Kistarcsa városa több olyan pályázatot is benyújtott, amelyet még nem bíráltak el. A gesztenyés a polgármesteri hivatal és az egészségház épületére napelemet szerelnek fel elnyert pályázati forrásból, azonban a Simendi József általános iskola esetében ezt még csak tervezik. Ha nyer kistartsa a pályázaton, akkor 100%-os támogatással több mint 50 millió forint értékben szerelnek napelemeket az általános iskola épületére. Itt egész egyszerűen arról van szó, hogy várjuk, hogy amennyiben e, a pályázat ugye érvényes és jó, amennyiben a, a pályázati pénzügyi alap rendelkezésre áll, akkor reményeink szerint esetleg azt is elnyerhetjük, de ez egy későbbi időpontban lesz majd. Felújítanák a kistartsai főzőkonyhát is pályázati forrásból konyhafelújítást is tervezünk, erre is jelent meg pályázati felhívás, és akkor ott régóta húzódó konyhaeszközök korszerűsítése, illetve a légtechnikai berendezések felújítása, korszerű 21. századi színvonalra emelése, ez lenne a tétje ennek a pályázatnak. A konyha összegének 80%-át fedezni a pályázati forrásból megszerezhető 37 millió forint. Valóban a konyhánkra is ráfér a felújítás, 35 éves korszerűtlen konyha, ami csak kisebb ráncfelfarrásokon esett át az elmúlt időben. Itt csúszásmentes padlóburkolatot készítünk az egész konyha felületén, főzőüstöket cseréljük ki, főzőeszközöket vásárolunk, úgy, mint burgonyakoptatógép, mosogatógép, szeletelőgépek és még a további eszközök azon kívül az épület energetikai korszerűsítését itt is elvégezzük. Nyilászárókat cserélünk, homlokzati hőszigetelést végzünk az épületen, kazánokat, kazán cserélünk, bojlert cserélünk, tulajdonképpen itt is a világítási lámpatesteket kicseréljük. Itt ugye egy nagy konyháról van szó, nem kevés embernek főznek itt nap, mint nap? Így van, itt egy 1200 adagos konyháról van szó, ahol a szelőző rendezés felújítása is már megérett a cserére. Ezen kívül terveznek egy óvodásoknak egy műfüves focipályát is, az a TAO forrásokra alapozva. Így van, az óvodások örömére egy kisméretű bekerített műfüves focipályára nyújtottunk be pályázatot TAO támogatásból. Itt 70%-os támogatás mellett lehet megvalósítani ezt a 7,8 millió forintos beruházást. Itt tulajdonképpen a sportnak a kezdeti lépéseit lehet elsajátítani már oldás szinten 3-6 éves korig. Épület energetikai pályázatokon is részt vesz kis tartsa. Igen, így van. Két intézmény tekintetében tervezünk épületenergetikai energetikai felújítást. Egyik az a gesztenyés óvoda épülete, másik pedig a Simán József Általános a magas tetős épület része. Az óvodánál és az iskolánál is a homlokzati hőszigetelést újítjuk fel, készítjük el, nyílászárókat cserélünk, korszerű hőszigetelő üvegezéssel látott nyilászárókra. Mindkét épületnél kicseréljük a gépészeti berendezést, a kazánt, a bojlert, így olcsóbban tudjuk megoldani a fűtését az épületeknek. A fentieken kívül még a épület világításában is korszerűsítés, korszerűsítés történik. Mi szerint a lámpatesteket lecseréljük korszerű ledes technológiás lámpatestekre, melyek egyrészt komfortérzetet és egészségesebb gyermekkörnyezetet biztosítanak, másrészt pedig itt is energiát tudunk megtakarítani az épületnél. Számítások szerint ez mennyibe kerülne, és a pályázati forrásokból mennyi várható esetlegesen? A két épület tekintetében a teljes beruházási összeg 212 millió forint. Ez 85%-os kedvező támogatottságú szint mellett tud megvalósulni a pályázatnak már a hiánypótlási részén túlestünk, és várjuk a kedvező döntését a döntéshozóknak. Ha nyernek és ha sikeres lesz hogy a pályázat benyújtása, megnyerik az összeget, akkor mikorra valósulhat meg ez a beruházás? Hát itt a épületenergetikai energetikai korszerűsítést azt épületek használata tekintetében nagyon jól kell ütemezni. Itt a nyári szünetekre kell összpontosítanunk illetve elképzelhető az is, hogy rövid időre el kell hagynunk az épületet, és kiköltöznünk egy-egy épületrészből ahhoz, hogy megvalósuljon. A közbeszerzési eljárások lefolytatása tükrében megpróbáljuk ebben az évben elkészíteni ezeket a beruházásokat, amennyiben valamilyen oknál fogva nagyon benyúlunk az őszi időben, akkor elgondolkozunk a halasztáson.